Szitáló esőben, mély talajú pályán kezdődött a mérkőzés, amelynek első negyedórája az ismerkedés jegyében telt el. A 16. percben egy baloldali szöglet után megszerezték a vezetést a vendégek, Szmatovics fejállt a bal alsó sarokba. 4 perc múlva már 2 góllal vezetett a Mosonmagyaróvár, egy jobbról belő szöglet után Zsirai a felső lét segítségével fejállt a kapu jobb oldalába. A folytatásban visszaálltak a vendégek, a hazaiak pedig nem nagyon találtak fogást ellenfelükön, első lehetőségük a félidő vége előtt adódott, Lukász megpattanó lövését azonban védte Tarci kapus. Szünet után beszorította ellenfelét a Kisvárda, gólt viszont ismét a vendégek lőttek, egy kontrából Laki a félpályától vezetette a labdát a kapura, és emelése a hálóban kötött ki. Ezzel el is dőlt a mérkőzés, Rajci a 83. percben ugyan szerzett egy szépségdíjas gólt, a 3 pont azonban a vendégeké lett. Meg kellett volna őket az elején egy góllal lepnünk, erre is készültünk. Ehelyett 2 pontrugásból, amire készültünk a héten, hogy támadásból szerezzünk majd a pontrugásnál gólokat, megvertek. Hát a 2 szélsővédünk, amit ma művelt, az katasztrófa volt, de hát van ilyen természetesen. Csak az igazság, hogy már láttam tőlük többet is, és ez elgondolkodtató a jövőre nézve, hogy bizonyos időszakok 3-4 meccs után előjön ez a fajta hozzáállás, és hát az a teljesítmény romlással együtt eredményet a teljes csapatnak a vesztét is. A Mosonmagyaróvár edzője a győzelem mellett arra is büszke volt, hogy csapata 3 gólt tudott lőni az előző 5 meccset kapott gól nélkül lejátszó Kisvárdának. A csapat nagyon fegyelmezetten, alkalmazkodva a körülményekhez, mert egy nagyon mély talajú pálya volt, meg tudtuk valósítani azt, amit elterveztünk, és óriási dolognak tartom azt, hogy idegenbe, tehát egy Kisvárda ellen, aki hetek óta még csak gólt sem kapott, és gólhelyzeteket is alig tudott az ellenfél kialakítani, mi tudtunk 3 gólt szerezni, és még egy tucat gólhelyzetet tudtunk kialakítani a kontratámadásaink végén. A forduló további eredményei a következők: Békés Csaba Vác 1-0, Budaörs Grosics Akadémia 0-4, Soroksár Dorog 1-1, Szeged Csákvár 0-2, Kozár Misleny Cigánd 0-1, Sopron Zalaegerszeg 1-4, Puskás Akadémia Siófok 1-0, Balmazújváros Cegléd 2-1 és Szolnok Nyíregyháza Spartakusz 2-1. A tabella élén a 26 pontos Balmazújváros áll, megelőzve a 24 pontos Kisvárdát, amely a következő fordulóban Siófokon lép pályára.